A májusi kánikulában is tele van fiatal futballistákkal a Filó Ese műfüves pályája, több csapat edzéseit vezénylik a trénerek. A 2010-es induláskor mindössze egy, koedukált, több korosztályt felölelő csapata volt az egyesületnek, mára azonban jelentősen megváltozott a helyzet. Most minden korosztályban van játékosunk, gyakorlatilag 7-től 19-ig 12 korosztályt versenyeztetünk, plusz beindítottuk a 17-19 éveseknek a felnőtt, megye 2-vel játszunk, úgyhogy most már 13 csapatot versenyeztetünk. Közülük az U10-es korosztály képviselői a közelmúltban első magyar csapatként meghívást kaptak egy frankfurti tornára, ahol az U9-esektől az U13-asokkal bezárólag 20 ország fiataljai léptek pályára. A 10 éveseknél 26 csapat indult. Különböző nemzetiségű csapatok ellen játszottunk, most így per pillanat a legnagyobbakat tudnám mondani, akikkel szerepeltünk, az a Heidenheim, akinek olyan Bundesliga csapata van, a Frankfurt, akinek olyan Bundesliga csapata van, vagy a Salzbrücken, amelyik Bundesliga másodosztályú csapattal rendelkezik, és több német akadémiában mértük össze a tudásunkat, és ami a szereplésünket szerintem nagyon sokat elmond, két csapattal indultunk a tornán, az U10-es korosztályunkban. Az egyik csapatunk a csoportjában a negyedik helyezést érte el, így az ezüstágra került, mert volt aranyág, ezüstág és bronzág, és az ezüstágat végül sikerült megnyernie. A másik csapatunk a csoportjában második helyezést érte el, és így sikerült az aranyágon egészen a bronzéremig menni, ahol a házigazda a Frankfurt csapatával egy hatalmas csatában értünk el 2-2-t, és majd büntetőpárban sikerült megszereznünk a bronzérmet. Bíró Csaba egy éve foglalkozik a fiatalokkal, és mint elmondta, számára is nagy élmény volt a németországi torna, ahol a gyerekek a pályán és a pályán kívül is példamutatóan viselkedtek. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert elég szép létszámmal dolgozunk. Ezek a gyerekek télen-nyáron itt vannak. Kin vagyunk a szabadtéren, nem vagyunk csarnokban, nem vagyunk sátorban, mi kin dolgozunk. Tehát megértették a szülők, persze természetesen anyuka nagyon félti a gyerekét, de hát rá kell erre nevelni, hogy előbb-utóbb férfi lesz, és meg kell küzdeni időjárással, és mindenféle viszony, ami az életben elünk sodorol. Az időjárás, vagy az ellenfelek, vagy itt meg kell szokni, hogy pályára lépünk, és akkor eredményesek kell lennünk. A mérkőzések mellett még egy stadiontúra is belefért a programba, a 68 fős nyíregyházi különítmény az Eintracht Frankfurt otthonát csodálhatta meg. Mivel több német klub is felvette a kapcsolatot a Filó Esével, egészen biztos, hogy lesz folytatása mostani túrának.